eltévedtünk, nem tudjuk, hogy merre jöttünk, azt se tudjuk, hogy merre megyünk, egy fogalmunk sincs már, hogy hol mi van, nem kaptunk térképet, itt vagyunk valahol az erdő kellős közepén, és Krisztiánt elhagytuk. Nem vettük észre, hogy eltűnt, nincs meg. Egyszerűen... Kint vagyunk. Ki jutott? Baszki, ki viszi a kamerát? Úristen! Miért lisztes az arcod? Ez szívós szárkány! Látod? Csak azt mondták, hogy játszós ruhába jöjjünk, illetve, hogy arra készüljünk, hogy zsebkendőt hasonlót hozzunk. Nem hallom! Volt a gumicukor legalább, amit megettetek. Kiköptük mindent. Úgy látom, hogy nektek lett a legvastagabb zászlótok. Miért választottanatok ennyire vastag botot hozzá? Azért, mert mindenki ilyen cingár ágakkal járkál, mi meg megmutatjuk, milyen kemények vagyunk, ezért hoztunk egy komplett fát. Milyen a debreceni közönség? Hát főleg miskolci. Mit üzensz a debreceni gólyáknak? Hát, hogy végezzék az egyetemet. Mit üzennél pár szóban a debreceni gólyáknak? Úristen, hogy hajrá! Valószínű a legjobb 4 évük következik az életben, úgyhogy csak minden jót, pozitívat, vigyázzanak magukra azért. Ez már a gólyatábor 3. napja, és ma rengeteg újdonsággal bővült a gólyatábor, például a civil falu, most pedig már elkezdődött az Agráron a fűző verseny, és ennek a munkálata és előkészületei láthatóak a háttérben. A gólyatábor az egy életre szóló kapcsolatok kötődésének a helyszíne, tehát ide muszáj eljönni a gólyáknak is, meg úgy ámblok mindenkinek, mert a csapatépítés, meg az életre szóló kapcsolatok, azok itt kötődnek. Az, hogy valaki csoportvezető, az nem csak erre a 4 napra szól. Későbbiekben is, hogyha a csapatvezetőknek szólnak, akkor semmilyen gondjuk nem lesz. Megpróbálunk mindenben segíteni, és hatalmas buli lesz, és bízok benne, hogy minél többen fognak jövőre jelentkezni a mostani gólyák közül csoportvezetőnek, hogy ők is tovább adhassanak valamit. A bátrabbak azok ide is hozzánk is elmerészkednek, és alapvető információkat kapnak a külföldi tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatban. Az ISEC mi újat tud nyújtani a gólyáknak? Hatalmas élményt, mindenképpen tapasztalatot, barátokat, nemzetköziséget, és mindenképpen javaslom, hogy csatlakozzatok hozzánk. Hogyha ki szeretnék próbálni a gólya körüli kergetés, meg kapura rúgást, akkor szívesen van kosárlabdánk is, mezeket nézhetnek, programokról tájékoztatjuk őket.